Külhoni magyarnak lenni erőforrás. Ez az a szemlélet, amely az elmúlt időszakban már nem csak a szavak szintjén, de az élet minden területén érezhető szerte a Kárpát-medencében és azon túl. Fenntartható intézményhálózat, anyanyelvi oktatás a bölcsődétől az egyetemig, erősödő és versenyképes közösségek, egységes oktatási, kulturális és gazdasági tér, egységes magyar nemzet. A 2019 a Külhoni Magyar Gyerekek Éve programsorozat elindításával sikerült tovább erősíteni a magyar családokat szerte a Kárpát-medencében. Színes programok és rendezvények, több ezer babacsomag a kisgyermekes családoknak, a családbarát külhoni vállalkozásoknak és szervezeteknek pedig anyagi támogatás, mindez csak néhány az anyaország családokat segítő intézkedései közül. Az anyaország támogatása fejlesztések ezreinek megvalósítását tette lehetővé a határon túl, tovább erősítve a magyarság országokon és földrészeken átívelő hálózatát és a szülőföldön maradást. Az augusztusban átadott Nagyidai Ilosvai háza felvidéki magyarság legnagyobb néptánc műhelyeként szolgálja a jövőben a helyi magyar közösséget. De egy olyan közösséget hagy maga után ez a támogatás. Itt ebben a szórványban, ugye Kassa mellett vagyunk, ami azt hiszem, hogy példaértékű. Az erdélyi fejlesztések sorát bővítik a Krasznán és Gyergyószentmiklóson átadott orvoslakások, valamint a temesvári egyetemeken tanuló magyar diákok számára szállást és magyar nyelvű képzéseket biztosító Bolyai János szakkollégium. Az év elején elkészült Székelyföldi Jégkorong Akadémia orvosi és metodikai központja korszerű feltételeket biztosít a környékbeli fiatalok képzéséhez. Az volt az elképzelés igazából, hogy a szülőföldön megteremteni azokat a feltételeket, ahol lehet sportolni, ahol lehet fejlődni, ahol lehet akár az élvonalba följutni a sportban. A vajdasági magyarság megmaradásának záloga az ENTA központjának legszebb ékeként számon tartott felújított és kibővített zentai gimnázium, valamint a Bukovinából Bácskába települt székelyek emlékeit bemutató, májusban átadott Hertelendi falvi tájház. Azt az erőt sugározza, amely az anyaországból érkezik felénk. A kárpátaljai magyar nyelvű sajtó életében mérföldkő volt 2019. március 6-a, hiszen ekkor avatták fel Kárpátalja első, részben magyar nyelvű televíziójának magyar kormányzati támogatással megvalósult székházát, amely a tavaly felrobbantott KMK székház helyén került kialakításra. Más okból is szimbolikus ez a dolog, az, hogy ez az új tévészékház, ami van, ez az az épület, ahol évtizedeken keresztül működött a KMK székház, amelyet felgyújtottak, felrobbantottak, és lám, itt sikerült létrehozni az új Magyar TV-nek a stúdióját. Az anyagi támogatás mellett az anyaország szakmai segítséget is nyújt a külhoni magyar közösségek minden rétegének. Idén negyedik alkalommal került megrendezésre a külhoni magyar vállalkozók találkozója Mezőkövesden. Vajdaságban pedig úttörő jelleggel indult el az a nagyszabású mentorképző program, amelynek célja, hogy a sikeres nagyvállalkozók ismereteiket, tudásukat átadva segítsék a kisvállalkozókat. A cél, hogy a program a Vajdaság után a többi régióban is elinduljon. Itt most a már befutott, tekintélyes nagyvállalkozókat kapcsoljuk össze az induló kisvállalkozásokkal. A támogatások nem csak a kultúra és oktatás, de a megmaradás bástyájának számító egyházi élet területére is bőségesen kiterjednek. A felvidéki Debrődön épült Szent László zarándokszálló, a kárpátaljai Ráti Szent Mihály gyermekotthonban felszentelt kápolna és a horvátországi Szent László szívében található felújított református templom a külhoni magyar közösségek életerejét hirdeti. Hasonlóképp a Kopácsi Tangazdaság és Ifjúsági Központ, valamint a Vukovári Magyarok Székházában megvalósult fejlesztések. Amióta ezt a házat megvásároltunk, nincs hét, amikor nem ha dolgozunk itt, hanem mindig itt vagyunk. Egy olyan körülményrendszert sikerült létrehoznunk, amelyben jó magyarnak lenni Horvátországban, amely nagyon-nagyon-nagyon rég nem így volt. Ez pedig már Dobronak, ahol már az új néptáncos ruhában ropják a gyerekek. A ruhák mellett beruházásra is kapott pénzt a közösség. Több mint 50 ruhára volt igény, ezt hála Isten sikerült a magyar kormány támogatásával úgymond megvásárolni, számos más egyéb eszköz mellett. Az elmúlt időszak jeles külhoni kulturális eseményei közül kiemelkedik az idén 10. születésnapját ünneplő Kolozsvári Magyar Napok, amely mára nem csak Erdély, hanem a Kárpát-medence legnagyobb kulturális fesztiváljává nőtte ki magát. Sikerült megteremteni Erdélynek a talán legreprezentatívabb
legnagyobb kulturális seregszemlét, magyar kulturális seregszemlét. A külhoni magyarság elmúlt esztendejének kiemelt mérföldköveit felsorolni is nehéz. A Szatmárnémeti Stúdiószínház alapkőletétele, a Kárpát-medencei összefogással épült Sződemeteri Kölcsei Központ és Emlékház, az épülő Szepsi Iskola Központ, a Kassai Márai Ház, a Nagybecskereki Zárda, valamint a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola felépült egészség- és sportcentruma olyan eredmények, amelyekre méltán lehet büszke mind az anyaországi, mind a külhoni magyarság. A nagyszabású fejlesztések mellett továbbra is gőzerővel zajlik a Kárpát-medencei óvodafejlesztési program, több száz új és felújított óvodával gazdagítva a külhoni magyar közösségeket. Meg kell mutatni a közösségi médiában és minden fronton az, hogy a magyar óvoda az ér annyit, mint más nyelven végzett óvodai képzés, sőt, sokkal többet. A kulturális és oktatási programok mellett az anyaország idén is külön szociális programcsomaggal segíti a kárpátaljai magyarságot. A nagy sikerrel futó gazdaságfejlesztési programok pedig továbbra is magyar vállalkozók ezreit segítik a boldogulásban szerte a Kárpát-medencében. Nélkülük ezt nem tudtuk volna megvalósítani. Itt olyan összegekről van szó, amit mi, mint mezei munkások, ezt nem tudtuk volna állni. Az anyaország nem csak a gazdaság, oktatás és kultúra, de a média területén is egységes Kárpát-medencei térben gondolkodik. Ennek szellemében került megrendezésre júniusban az első Kárpát-medencei magyar média találkozó, és indult el a Magyar Nemzet közös sikereit bemutató külhoni magyarok honlap. A Petőfi Sándor program keretében továbbra is ösztöndíjasok segítik a szórvány magyarság megmaradását. A Határtalanul programmal pedig csak az idei évben több mint 100 000 magyarországi diák utazhat a külhoni magyar területekre, erősítve a nemzeti összetartozást és magyar-magyar kapcsolatokat szerte a Kárpát-medencében. Én csak itthon álmodok, Székelyföldről álmodok, és arról álmodok, hogy ezt a közösséget meg lehet tartani, itthon lehet jobbá tenni, többé tenni.